Jó reggelt kívánok mindenkinek, Séda Zoltán vagyok, köszöntöm a Vörös Marti Rádió kedves hallgatóit itt a 99.2-n. Hamarosan újabb praktikákat fogok arra mondani, hogy a reggelünket miként tudjuk a lehető legpörgősebbé tenni. Akik munkába vagy iskolába készülődnek, nekik természetesen nagyon-nagyon jó készülődést és jó utat kívánok a Vörös Marti Rádióval itt a 99.2-n. Falkó Zsuzsa vagyok a Vörös Marti Rádió híreivel. A Hímerházban épp az imént jelentettek be számos Székesfehérvár életében fontos döntést. Ejter Dávid Tamás vagyok, és most lett vége a közgyűlésnek. Németh Gábor vagyok. Ha bármi történik, mi azonnal ott vagyunk. Hát ez meg hova fut? Biztos a legfrissebb sporthírekért. Pedig azokat mi hozzuk minden reggel. Bokányi Zsolt vagyok. Érdemes bennünket munka közben is hallgatni, hiszen a Vörös Marti Rádióban nem csak beszélünk, hanem zenélünk. Csoda ez a buli, mikor megszólal a rock and roll. Felgyújtja a vér, és elrász. Rázd meg, baby. Barabás Ferenc vagyok, és a technikai problémákon segítek. A szomszéd is ordít, hogy nem tűri tovább. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Romhány Anikó. A Várkörút felújítási munkálatai miatt terelésekre lehet számítani. Rázd meg, baby, rázd, hogy dőljön szét a ház. Rázd meg, baby, ha szól. Köszöntöm Önöket, Sasvári Csilla vagyok. A jó, gyors és finom vacsorához nem kell más, csak bátorság és fantázia. Ez jár a láb, megszűnik minden más. Rázd, baby. Kozma Ágnes vagyok. Önök Esti Beszélgetések című műsorunkat hallják. Meg sem áll. Soha ne hagyd abba, még a mutató is táncot jár. Rázd meg, baby, rázd, egy pillanatra meg se állj. Rázd meg. Vörös Marti Rádió, a város hangja.